Dunaújvárosban született, Székesfehérváron kezdte a profi jégkorongot, mégis gyerekkora óta a Ferencváros hűséges rajongója, csapatunk friss igazolása Nagy Gergő. A százszoros válogatott center korábban is rendszeres látogatója volt labdarúgó csapatunk mérkőzéseinek, most pedig pályafutását tekintve is hazatért a Népligetbe, így már hivatalosan, papíron is fradistaként jelent meg a Haladás elleni találkozón a Groupama Arénában. Látom teljes meccs felszerelésben, hogyha jól tudom, akkor ahogy egyébként mindig szoktál járni ide a Groupama Arénába. Igen, hát ez már így nagyjából reggel elkezdődik így a meccsnapon így a hangolódás, mintha a saját meccsön lennék igazániból, mintha mi játszanánk. Hát reggel is már mez volt rajtam, úgy mentem a boltba, szóval ugyanolyan lázba égek, mint hogyha én is pályán lennék. De azt mondom nekem, hogy Dunaújváros, meg aztán a hoki az Fehérváron kezdődött úgy igazából. Ez honnan jött, meg hogy tudtad ilyen intenzíven megélni? Ez érdekes történet, mert egyszer édesapámmal ugye az említett években egy Újpest-Ferencváros mérkőzést néztünk. Sajnos, hogy az Újpestnek szurkolt, és akkor én ennek tükrében elkezdtem a Fradinak szurkolni, és ez azóta kitart, és tényleg a legnagyobb odaadással, meg ha időm engedi, és nincs a meccsünk, akkor mindig itt vagyok a stadionban, és próbálom segíteni a srácokat ahhoz, hogy 3 pontot gyűjtsenek be az adott ellenfél ellen. Gergőnek ezúttal a szurkolás mellett egyéb teendői is voltak a mérkőzés előtt, ezekre is elkísértük, valamint a kulisszák mögé is bepillantottunk vele. Hát ez itt a sajtószoba. Oké. Okay. Gondolom, itt szoktunk dolgozni a kollégákkal, és itt szokott lenni a sajtótájékoztató. Úgyhogy akár ki is próbálhatod Thomas Doll székét. Ja, de azt hiszem. Arra gondoltál már, hogy egyébként itt a csapatban, hát a szurkolók szemébe biztos, de hogy úgy egyébként eléggé vezérszerep hárul majd rád vélhetően. Nem szeretném ezt így felfogni, pici apró lépésekkel, egyelőre én is új leszek ugye a csapatnál, szóval van 15 vagy 16 új igazolás, nyilván idő kell, hogy összeszokjunk. Az, hogy vezérszerep jut rám, ez szezon előtt azért persze jól esik az embernek meg, de ezért sokat is kell tenni majd. Szóval ezt a titulost ezt nem adják ingyen meg ezért majd minden nap sokat kell dolgozni, példát kell mutatni, szóval igyekszem majd ennek megfelelni, és a lehető legjobb teljesítmény nyújtani a jégen. Először azonban még nem a jégen, hanem a lelátón szurkolásban várnak feladatok rá. Na, alakul. Jó lesz. A stadionnak ezen a részén? Egyetlen egyszer. Ezen a részén pontosan, ezen a részén egyetlen egyszer. Tehát voltam már egyébként ezen a lelátó részen. Hát inkább onnan. Akkor Fradi meccsekkel kapcsolatban mi a legkomolyabb élményed, vagy a legkedvesebb? Hát talán egy Ferencváros Újpest mérkőzés, ahol 2-1-re nyertünk. Méghozzá Szomáliának a bombagoljával vezettünk 1-0-ra, majd sokáig 1-1 volt, és azt hiszem, hogy talán a 93.-4. percben egy parádés csukis bomba a végén felrobbantotta az Albert Stadion, tehát ez sose felejtem el. Így van. És hoki pályán ott is lesz egy pár. Lesz egy pár, igen. Mindjárt bele is kezdünk ugye a második fordulóba a Máris derbi, úgyhogy én nagyon várom. Nagyon-nagyon várom, szóval ez most már körülbelül egy hónap múlva lesz, idegenben játszunk, szóval ennél jobb szezon kezdetről nem is álmodozhatunk, a második fordulóban már össze is futunk a legnagyobb riválisunkkal, úgyhogy biztos, hogy magas hőfokú meccs lesz, és remélhetőleg, hogy mi fogjuk elhagyni győztesen a pályán. Ennél nem is kívánhatnánk szebb kezdést újdonsült játékosunknak, az viszont biztos, hogy ahogy a lelátón, úgy a jégen is mindent belead majd az elsőtől az utolsó percig. Thank you.
Gyerünk! 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 Gyerünk!